A héten megtartotta első parlamenti beszédét az új olasz miniszterelnök Giorgia Meloni, majd jobb-közép koalíciós kormánya meg is kapta a bizalmat az olasz parlamenttől, hogy mi várható az új olasz kormánytól, arról vendégünket kérdezzük, aki vonalban van, Molnár Anna, Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője, Olaszország szakértő. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Ugye Meloni miniszterelnök asszony közölte, hogy be fogja tartani a választási ígéreteit, kifelé, befelé egyaránt szólt üzent. Kezdjük akkor talán azokkal az ígéretekkel, amiket elsősorban az olasz népnek üzent. Milyen gazdasági intézkedésekre lehet számítani? Hát ugye itt alapvetően gyakorlatilag 3-4 dolog az, ami a legfontosabb az elején, vagy amiről ugye a költségvetés, mert ugye most kell elfogadni a költségvetési törvényt is ebben az időszakban, és ezzel kapcsolatban is, hát ez nyilván érinti azt is. Itt az adócsökkentés és a család, illetve a vállalkozásoknak a támogatása ezeken a területen, illetve ugye szó volt arról, hogy magát a nyugdíjrendszert átalakítják, ugye Olaszországban a korábbi években egy elég szigorú rendszert vezettek be, gyakorlatilag 67 év lett a nyugdíjkorhatár, hát és az a ennek egyfajta hát enyhítése, ami elsősorban a Liga, de megjelent a Meloni pártjának a programjában is, tehát ezzel kapcsolatban is számos kérdést próbálnak fölvetni. De várható, illetve, hogy leviszik a korhatárt? Hát ez nagyon, tehát azért ez egy nagyon erősen költségvetési kérdés is. Ugye itt megpróbálják valamelyen lejjebb vinni és egyszerűsíteni a nyugdíjba lépés, de hogy ez mennyire lesz lehetséges, ugye a kereteken belül, ez azért nagyon sok mindentől függ, de valamilyen változtatásokat szerintem próbálnak majd hozni, mert ez egy kifejezetten egy olyan ígéret volt, amit, hogyha nagyon gyorsan nem tartanak be, akkor azért az elfordulást és elégedetlenséget jelentene a társadalom vagy a választóik részéről. Igen. Egyébként az adócsökkentés az elsősorban kiket érintene? Hát ugye Olaszországban eleve teljesen egy kulcsos adót bevezetni nem lehet, tehát ez alkotmányos kötelezettség és az alkotmányban szereplő kötelezettségekből következik, hogy egy progresszív adózás van, de itt is a vállalkozások esetében szeretnének csökkenteni, egyfajta családi adókedvezményt is próbálnak majd bevezetni, de hát ez is nyilván attól függ, hogy ugye ez is egy alapvetően egy költségvetési kérdés, tehát hogy nagyon jelentős mértékben magát a költségvetési hiányt ugye ezáltal ne növeljék, mert hát itt alapvetően az is egy jövő évnek egy meghatározó folyamata lesz, hogy a gazdasági növekedés az már vissza fog esni, ugye 10% körüli az infláció Olaszországban jelenleg, tehát ez is, tehát a stagflációnak az elkerülése, ami a gazdaság politikai értelemben egy elég veszélyes folyamat, az mindenképpen szempont lesz továbbra is. Igen. Egyébként ők most hogy állnak így a költségvetési mutatókkal? Nagy a például az államháztartás hiánya? Hát az államadósság az, ami nagyon jelentős, tehát az államháztartás hiánya is tehát a 3%-tól eléggé jelentős mértékben elmozdult, de ami a leginkább ugye a problematikus, az maga az államadósság, ami most már megközelíti a 150%-ot, és ugye ennek a csökkentéséhez, tehát a GDP-hez mért arányának a csökkentéséhez nagyon fontos a növekedés. Igen. És mi az elképzelés forrásokhoz, hogyan szeretne jutni az új kormány? Hát továbbra is azok a források vannak, amelyek gyakorlatilag eddig, tehát ugye tehát Olaszországban ugye a másik forrás, amit így az adózással kapcsolatban megjelöltek, vagy célul tűztek ki, az az adóelkerülésnek a csökkentése. Tehát ez már az elmúlt években is folyamatos cél volt, és valamennyire sikerült is lejjebb vinni ezt a területet, és ez nyilván, hogyha az adóelkerülés csökken, akkor növekednek a bevételek.
De hát ezek mindig komplex folyamatok, amik nagyon sokféle irányból, egyrészt magának az adózási rendszernek az egyszerűsítése, Olaszországban ez egy elég bonyolult rendszer, tehát ezeket is nyilván célul tűzzék ki, ezek is már hosszú idő óta reform célokként jelennek meg. De nem ugye egyszerű. Az uniós források ilyen szempontból meghatározóak, hát ezek gyakorlatilag, amelyek lehetőségként szerepelnek. Igen. Ugye a migrációval kapcsolatosan is voltak ígéretek, szigorításra vonatkozó ígéretek. Ezekkel most hogy áll az új kormány? Hát ugye egyelőre, tehát még nagyon korai azért bármit mondani, hogy mi fog történni. Tehát a belügyminiszter, ez Matteo Piantedosi, aki gyakorlatilag korábbi időszakban, tehát még amikor 2019-ben már korábban is a Liga volt kormányon, akkor volt Salvininek a kabinetfőnöke, Romának a prefektusa, volt eddig, ugye ő lett a belügyminiszter, tehát ő nyilvánvalóan azt a politikát kívánja folytatni, ami a Ligát jellemezte abban az időszakban elsősorban, tehát itt a hajóknak a csökkentése, megállítása, de hát ez is egy, tehát ezzel kapcsolatban Meloni, ugye még a kampány alatt hajóblokkád lehetőségét is kilátásba helyezte. A mostani beszédében már egy Európai Uniós megoldásról beszélt ezzel kapcsolatban, illetve elsősorban arról, hogy magának a gyökereknek az orvoslásában szeretne Olaszország egy előteljesebb szerepet vállalni. Uh-huh. Tehát nyilván a kiinduló pont, ami számukra fontos, hogy ezáltal legyen kevésbé hát cél az, hogy ezt a veszélyes útvonalat válassza bárki is, mert azért ezen a tengeri útvonalon átkelni az rendkívül veszélyes. És hát itt megint ugye előjött az a, tehát maga már az új belügyminiszter is, ugye az NGO-kkal, a különböző civil szervezeteknek a hajóikkal kapcsolatban kritikákat megfogalmazott, hogy hát ezzel kapcsolatban mit lehet majd, mit fognak csinálni, ezt tényleg meglátjuk. A beszédben magában ugye azok a programelemek szerepeltek, amelyek korábban a kampányban is már megjelentek. Igen. Akkor a másik érdekes kérdés ugye, hogy a külpolitikája Olaszországnak ugye hogyan fog változni például az Európai Unióhoz való viszonya, hiszen ugye többször is hangsúlyozta Meloni, hogy a nemzeti érdekeket akarja érvényesíteni. Tehát ugye az EU-val való kapcsolatában várható markáns változás, vagy azért inkább egy óvatosabb politikára lehet számítani a részéről? Hát nehéz ezt most még tényleg megmondani, hogy pontosan mi lesz a változás. Változás valószínűleg lesz, hangsúly eltolódás valószínűleg lesz, uh-huh. de azért az nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy azok a keretek, amelyekben az olasz politika, az olasz gazdaság is működik, azt is hangsúlyozta ő maga a beszédében is, hogy egy megbízható partner maradt továbbra is az Európai Unión belül, az euróatlanti közösségen belül, tehát ezeket mindenképpen hangsúlyozta, hogy ezen belül mekkora lesz a mozgástere, az nyilván részben a gazdasági, pénzügyi folyamatoktól is függ majd. Uh-huh. Nagyon szépen köszönjük Molnár Annának, hogy elmondta mindezt, minden jót kívánunk, viszonthallásra. Viszonthallásra, köszönöm. Külügyi témával robogunk tovább, a britek ugyanis gyorsan léptek, a hét elejére meg is lett az új miniszterelnök, méghozzá volt pénzügyminiszter Rishi Sunak személyében, de ki is ő valójában, és milyen lett az új brit kormány, milyen irány várható tőle, és vajon megmentheti a konzervatív párt becsületét az új kormányfő? Ezek a fő kérdéseink vendégünkhöz, aki vonalban van. Sok szeretettel köszöntöm Magyarics Tamást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát, amit így előjáróban lehetett hallani Rishi Sunakról, hogy egy eléggé fiatal emberről beszélhetünk, ugye 42 éves, ha jól tudom, indiai származású és nagyon gazdag. De kicsit akkor részletezzük a gyökereit, és hogy az eddigi pályafutásáról mit lehet mondani?
Rishi Sunak indiai szülőktől szülők gyerekeként látta meg a napvilágot, Southamptonba különben. Az indiai szülők nem Indiából közvetlenül, hanem Afrikából vándoroltak be az Egyesült Királyságba. És Sunakot, illetve testvéreit a legjobb egyetemeken, illetve gimnáziumok belőször és egyetemeken tanították a szülők. Híres kép jelent meg nemrégen a BIT sajtóba, egy Sunak feliratú sarki gyógyszeres, illetve patika. Többek között Sunak is dolgozott itt a hétvégén, a fehi receptekre vitte ki a gyógyszereket a különböző ügyfeleknek. Ezután hát természetesen, mivel a szülők nagyon szerették volna, hogy a gyerekeik a legjobb körülményeket kapják meg az induláshoz, előkelő egyetemeken végzett, Oxfordba a politológia, közgazdaságtan, filozófiát hallgatott, utána a Fulbright ösztöndíjjal 2005-ben a Stanford Egyetemre került. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, aki az egyik leggazdagabb indiai vállalkozónak a lánya, és hát emiatt ilyen pillanatban elég sokat támadják Sunakot. Két dolog miatt. Az egyik az, hogy a felesége egész a legutóbbi időkig nem Nagy-Britanniában adózott. A másik dolog pedig az, hogy milyen rendkívül gazdag családról van szó. Általában azzal vádolják fel nyilvánvalóan a politikai ellenfelei, hogy érzéketlen vagy nem kellőképpen tudja átérezni az embereknek a gondjait, amelyek megszaporodtak az utóbbi időben. A magas infláció, energiárak, megélhetési költségek sok minden miatt. Viszont Sunak általában azt szokta mondani, hogy ő azért sok mindenen keresztül ment, tehát nem úgymond ezüstkanál szájába született. Tudja, mi az, hogy kemény munka, és az, hogy valaki vagyonos vagy nem vagyonos, ez abszolút nem predesztinálja arra, hogy jó vagy rossz kormányfő legyen. Láttunk jó kormányfőt vagyonos és kevésbé vagyonosnak, és rossz kormányfőt hasonlóképpen. Igen. Ja, nem ezen múlik, nem feltétlenül ezen múlik. A jelenlegi helyzetben legalábbis a korábbi hátterből adódóan úgy tűnik, hogy egy jó választás olyan szempontból, hogy az ország eléggé sok pénzügyi, gazdasági gonddal küzd, és Rishi Sunak a Goldman Sachs-nél kezdte a pályafutását, a két befektetési alapnál volt, tehát általában elismerik azt, hogy a pénzügyi alapjai és a pénzügyi ismeretei abszolút stabilak. Kétévig pénzügyminiszter is volt. Igen. És hát ennek megfelelően azt várják tőle, hogy egyrészt rendbe teszi a pénzügyeket. Ennek megfelelően úgy tűnik, hogy a Lisztász által eltervezett, és nem csak általában a Kwarteng korábbi pénzügyminiszter által eltervezett adócsökkentéseket elharasztják két évre. Ezen kívül nem fogják két évig elnyújtani az energiátámogatásokat, hanem állítólag csak fél évre fogják ezt elnyújtani. Ezen kívül kiadáscsökkentéseket tartanak végre, tehát magyarul megpróbálják a brit pénzügyeket Jeremy Hunt pénzügyminisztert úgy helyrehozni, hogy helyreálljon a befektetőknek a bizalma az Egyesült Királysággal szemben, hiszen többek között ez vezetett Liz Truss bukásához, az ő gazdasági pénzügyi terveit abszolút megalapozatnak tartották. Hát a piac nem díjazta. De vajon az emberek mit szólnak ehhez, hiszen azért, amivel Liz
Strass előállt, hogy itt adócsökkentés lesz, hát azt gondolom azért sokaknak tetszett, és örültek volna az emberek ebben a nehéz gazdasági helyzetben, hogy adócsökkentésről van szó, és most ezek szerint Rishi Sunak hát nem nagyon fog kedvezni ilyen téren, tehát mit lehet mondani az ő népszerűségéről? Igen, az adócsökkentés különben egy kicsit felemás lett volna, és ami úgymond egy kicsit burgásan szóval kivette a biztosítékot, az volt, hogy Liz Truss és az akkori pénzügyminiszter Kwasi Kwarteng a legmagasabb adókulcsot akarta a legjobban csökkenteni 40%-ra, 40%-ra. Tehát olyanoknak, akik azért nem annyira érzik meg a gyenge gazdasági bajokat, és a legtöbb ben az úgynevezett 20%-os adókulcsba vannak, azt 1%-kal csökkentették volna, de azt is csak 2023. januárjától. Tehát nem lett volna drága adócsökkentés, és Strassnak a gazdaságpolitikája inkább ez a Margaret Thatcher-féle neoliberális gazdaságpolitika lett volna, mert ő egyben arra is ígéretet tett, hogy nagymértékben csökkenteni fogja a bürokráciát, elbocsátások lesznek a közigazgatásban, és így tovább. Tehát a gazdaságpolitika az ő szempontjából általában egyfajta visszatérés jelentett volna a Thatcher-i gazdaságpolitika, az Trussonomics-nak nevezték különben ezt el. Tehát az adócsökkentések és a különböző kedvezmények azért nem változtatták volna meg alapvetően az emberek többségének az életét. Ugyanakkor, hogyha egy országnak a pénzügyei és a gazdasága úgymond stabil, a befektetői bizalom nagyobb, akkor ez nyilvánvalóan megnyilvánul több munkahely teremtésében, a munkahelyek teremtésében, különben itt össze lehet kapcsolni ezt az egész kérdéskört a bevándorlás kérdésével. Úgy szeretné Sunak, illetve a belügyminisztere, akit különben megtartott, Suella Braverman, aki ugyancsak indiai származású, hogy csökkentenék nagy mértékben az illegális bevándorlást, és a legálist is évente pár tízezerre csökkentenék, tehát ezzel nyilvánvalóan csökkentenék azt a nyomást a munkaerőpiacon, ami az iránt hat, hogy adott esetben mondjuk többen legyenek munkanélkül, vagy alacsony fizetéseket lennének kénytelenek elfogadni bizonyos munkakörökben. Tehát meg kell várni, hogy végül is milyen csomagot fog benyújtani Jeremy Hunt, az új pénzügyminiszter, illetve a régi új pénzügyminiszter. Az biztos, hogy eléggé jelentős munka zajlik, és hát, ahogy szokták mondani, biztosan késői jelégnek a lámpák a pénzügyminisztériumban. Elhalasztották különben két héttel ennek a benyújtását, és most november 17-én fogja Jeremy Hunt benyújtani az úgynevezett féléves vagy őszi költségvetést. Nagy-Britanniában évente két költségvetést nyújtanak be, nem teljesen egyenlő arányba, tehát nem 50-50, hanem, hogyha olyan hiszem, 5-12 arányba nyújtják be, ugye Nagy-Britanniáról beszélünk, ahol a másik oldal, rossz oldalon hajtanak az emberek. Tehát ez az úgynevezett mini költségvetés, ez sokat el fog árulni abból, hogy végül is legalábbis pénzügyi kérdéseket illetően milyen irányba akar elindulni Rishi Sunak. Igen. Még egy kicsit a személyénél maradva, ugye ő az első indiai származású miniszterelnöke Nagy-Britanniának, és ugye hindu vallású, ezt meg bátran vállalja, és ez például mennyire hát így szimpatikus a társadalom szemében, vagy hogyan hathat az ő politikájára?
A politikán nem hiszem, Indiában igaz, hogy örültek a megválasztásának, és nem csak emiatt, de arra is értettet, hogy Indiával megpróbálja a gazdasági kapcsolatokat egy újabb szintre emelni. Itt nem elsőben érzelmi alapokról van szó, hanem egy milliárdos, vagy annál nagyobb piacról van szó, és többek között az egész Brexitnek az volt az értelme, legalábbis gazdasági szempontból, hogy Nagy-Britannia szabadabban az Európai Uniós kötöttségektől mentesen tudja alakítani a gazdasági kapcsolatait. Többek között, tehát nyilvánvalóan most nem minden tisztelt ellenére Tuvaluról vagy a Seychelles szigetekről van szó, hanem az Egyesült Államokról, Kínáról, Indiáról, tehát a nagy piacokról. És hát ez lehet az egyik kiút a gazdasági bajokból, illetve ennek a kicsit politikai háttere az volt, hogy ugyancsak a Brexit tesek, tehát a Brexit hívők köztük Rishi Sunak hangsúlyozta, hogy ebben az esetben a nemzetközösség 56 országával sokkal szabadabban tudnak majd gazdasági kapcsolatokat kialakítani, és India is többek között nemzetközösségi ország. Tehát itt az indiai kapcsolat az feltetően azért segíteni fog. A kapcsolatrendszer, a feleségek, az édesapja az egyik leggazdagabb indiai befektető, nyilván neki is megvannak a kapcsolatrendszerei gazdasági pénzügyi körökbe. Valószínű, hát is teljesen természetes, hogy ezt ki akarja használni Sunak. A vallását pedig Nagy-Britanniában nem hiszem, hogy nagyon nézik. Annyira sokszínű lett Nagy-Britannia. Időnként, hogyha az ember kicsit mondjuk frivolul akar fogalmazni, akkor az utóbbi évtizedeknek az egyik folyamata az volt, hogy a brit nemzetközösség vagy gyarmatbirodalom Nagy-Britanniára szűkült. Tehát olyan jelentős volt a bevándorlás Pakisztánból, Indiából, a Karib-tenger térségéből, Afrikából. Többek között, hogyha most az afrikai bevándorlást nézzük, akkor ugye említettem kvázi Kwarteng-et, de Kemi Badenoch ugyancsak, vagy pedig a külügyminiszter James Cleverly. Tehát nagyon sok színes bőrű Afrikából és különböző nemzetközi országból származó vezető politikus van a konzervatív párton belül, és érdekes, hogy a konzervatív párton belül van ez, amely pártot sokan támadta korábban, hogy hát túlsorosan fehér elit konzervatív, de úgy tűnik, hogy a párt sikeresen nyitott a társadalom más rétegei felé is. Hát kérdés az, hogy mennyire sikerül azt a fajta előnyt megtartani, amit Boris Johnson kovácsolt össze 2019-ben, amihez egyrészt hozzájárultak elég nagy mértékben a bevándorló hátterűek, másodszor viszont a korábban munkáspárta szavazóknak a jelentős része is a konzervatív párta szavazott, főleg a Midlands és az ipari nagyvárosokban, Manchester County, Birmingham, Liverpool. Ez az ügynevezett vörös fal, hogy ezt sikerül-e megtartani, ez egy nagy kérdés lesz. Igen, nagy feladat. Években. Hát meg az, hogy eleve a konzervatív párton belül az egységet végre sikerül-e megteremteni, igaz? Mert hát az elmúlt időben azért nagyon úgy tűnt, hogy nagyon nagyok a széthúzások párton belül is. Igen, hát természetesen pontosan ezek a csatározások, tehát Boris Johnson lemondatása, hozzá kell tenni azt, hogy Liz Truss például a parlamenti képviselő között soha nem nyerte el a többséget ott az előző vezető választásnál. Sunak Truss előtt végzett, viszont
akkor a konzervatív párt tagsága szavazott, kb. 160 ezer fő, és ott Liz Truss volt a népszerűbb. Most a legutóbbi fordulóban nem volt már ez az utóbbi szavazás, hanem csak a parlamenti képviselők szavaztak, és az volt a feltétel, hogy legalább 100 képviselőt kell maga mögé állítani annak, aki meg akarja méretetni magát egy ilyen konzervatív párt tagságát belül, de mivel egyedül Sunak kapott többet, 178 szavazatot, Boris Johnson kivárt a versenyből, Penny Mordaunt 21 szavazatot kapott, ezért nem is tartották meg ezt a konzervatív párt tagsága körében a szavazást. Viszont valóban vannak Johnson hívek, vannak Truss hívek, vannak a Sunak hívek a párton belül, tehát maga a parlamenten belül, vagy pedig a képviselők körében, és van ugyanúgy a tagságon belül. Ezen kívül vannak úgynevezett kemény brexitesek és puhá brexitesek, tehát a választóvonalak meglehetősen keresztül szabdalják a konzervatív pártot. Hát úgy tűnik azért, hogy ilyen pillanatban talán Sunaknak mindenki azért egy általános felfogás szerint egy úgynevezett biztos kéz, sikerült talán valami fajta hát legalábbis tűzszünetet, vagy hogy nem is mondom, békét teremteni a párton belül, ami pártnak különben végül is egy jól felfogott saját érdeke kellene legyen, mert ilyen például nagyon nagy a lemaradások a munkáspárthoz képest, és két év múlva, legkésőbb 2024 végén választások lesznek, tehát addig valamit fel kell mutatni. Igen, meglátjuk. Hát nagyon izgalmasan várjuk, hogy mire jut majd Rishi Sunak. Nem lesz egyszerű feladata, az biztos. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta mindezt. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Önnek is, viszont hallásra.